Székesfehérvár leglátogatottabb turisztikai célpontja a Szerelemvára május 25-én szombaton, immár a 23. éve adott otthont a Jambori Vár kortárs művészeti buliának, amely egyfajta lenyomata a fiatal alkotók kísérleti projektjeinek ízelítő a 21. századi kreatív szellem termékeiből. A fiatalok mindig is itt voltak, csak esetleg a mostani rendezvénynél kapnak nagyobb teret. Mindig az volt a koncepciónk, valami helyi pertőektőknek is a Bolivába, ami évente egyszer a Bolis család, és nem győzünk háláskodni nekik, hogy végülis a várat odaadják el az egy alkalommal a kortárs művészeti fesztivál keretén belül kortárs művészeti programokkal. És hogy a fiatalok a kortárs, az látszik is a mostani programon. A csodás adottságokkal bíró helyszín idén is megkoronázta a kulturális eseményt. Megtapasztalhattuk, hogy a minden korosztály kiszolgáló kortárs művészeti rendezvényre évről évre egyre többen látogatnak ki. A sokak által kedvelt találkozót sokszínűség és a jókedv jellemezte. Koncertek, előadások, kavalkádja fogadta a művészetek iránt érdeklődőket. Találkoztunk az egyik szervezővel a múlt évi Jamborin, és annyira tetszett a rendezvény, hogy megkérdeztem, hogy beszállhatnék-e a szervezői körbe, ugyanis nekem is az a fő célom, hogy a székesfehérvári kulturális programoknak a kínálatát fejlesszük és még jobbá tegyük. Egy bizonyos, aki feltöltődésre és kikapcsolódásra vágyott, az a Borivárban idén is mindent megtalált, ami megadja a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolódásának felejthetetlen élményeit.